Ismét eltelt egy hét, vagyis újra jelentkezik Kispad című sportmagazinunk. Köszöntöm nézőinket! Ezen a héten Takács Krisztián, a Dunaferese úszó szakosztályának olimpikonja volt stúdió vendégünk. A 29 éves kiválóság mesélt pályafutásának kezdetéről, a felkészülési időszak nehézségeiről, valamint arról, hogyan képzeli el önmagát a medencén kívül. Üdvözlöm kedves nézőinket, önök Kispad című sportmagazinunk Sportré rovatát látják, amelyben vendégünk Takács Krisztián, a Dunaújvárosi úszósport, hát így fogalmazhatok, akkor rockstárja. Megúsztad az olimpiai A-szintet, ehhez első körben gratulálok. Köszönöm szépen, üdvözlöm a nézőket, és köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek. Mit jelent számodra az, hogy elindulhatsz a következő riói olimpián? Hát, hála Istennek mondhatom már magamat ilyen szempontból rutinos versenyzőnek, mert a negyedik olimpiámra készülhetek immáron. Hát ugye nyilván, amikor életemben először jutottam ki, akkor sokkal nagyobb izgalmakkal és sokkal nagyobb elvárásokkal vágtam neki egy ilyennek. Most azért már, hogy így világverseny viszonylatban úgymond rutinos versenyzőnek számíthatok már így a koromból is kifolyólag. Azt mondhatom, hogy továbbra is egy nagy löket, meg egy elismerés saját magam irányába is, hogy még mindig képes vagyok ilyen eredményre, de most már egy kicsit elmentünk abba az irányba, ugye, hogy minél jobban az eredmény, szeretném bizonyítani azt, hogy bennem több van, nem az, ami eddig kijött, és akkor most már egy kicsit higgadtabb fejjel tudok készülni egy ilyen megmérettetésre, mint annó régen, amikor dur bele, és akkor csapjunk oda, hanem kicsit átgondoltabban és higgadtabban vágok neki az egésznek. Beszéljünk akkor a kezdetekről. Hogyan indult a te pályafutásod? Hát ez egy viszontagságos történet volt, mert én igazából egészségügyi problémák miatt kezdtem ezt az egész sportot. Nekem hörkurutom volt, nagyon sokszor befulladtam. Nekem kétszer volt majdnem gégemetszésem, és olyan szinten voltam már, és akkor ajánlották, hogy esetleg vigyenek le az úszodába. És valahogy ott ragadtam, annak ellenére, hogy elvileg, vagyis hát az edzőim akkor azt mondták, hogy abszolút nem vagyok tehetséges, vagyis hogy semmi kurási nincs bennem, és ez nagyon sokáig be is igazolódott, mert 14-15 éves koromig még egyesületi szinten is nagyon gyenge voltam. Akkor még a Dunaújvárosnak kicsit jobban ment, és volt lehetőség egyesületi edzőtáborokra, és még abba se fértem be, annyira nem volt semmilyen eredményem, de így kilátásom se, hogy esetleg ebből valamikor lehet valami. Minek köszönhető ez a robbanásszerű fejlődés? Az, hogy most már arról beszélünk, hogy a negyedik olimpiádon is elindulhatsz. Hát ezen már nagyon sokat gondolkodtunk. Volt edzőimmel, vagyis hát barátokkal is, hogy mi lehetett ez, hogy én mégis így 15 évesen egyszer csak gondoltam, mert tényleg egyik versenyről a másikra jött meg az eredmény, és én arra jutottam, hogy igazából ugye sprinter vagyok, és sokszor a sprintereket ugye megöli a sok munka, amikor még gyerekkorban pumpolják belejük a métereket, és pont ezért, hogy én nem voltam annyira kimagasló, ezért kicsit háttérbe voltam, és akkor így nem is volt rajtam akkora hangsúly, meg így nem számított, hogyha most kevesebbet úszok, vagy hiányzok, és akkor lehet, hogy emiatt úgymond szerencsém is volt, és kijöhetett az, hogy én igazából sprinter vagyok, és amikor végre megpróbáltuk 15 évesen itt az Aranyüstön, hogy akkor voltak rövidebb számaim, például 100 gyors, és akkor indult be úgy az egész, amikor én 4-5 másodpercet javítottam, és délutáni döntőbe pedig bronzérmet szereztem, az igazából még én se hittem el, de akkor még a Dunaferes vezetők se, hogy hú, ilyen lehetséges, mert akkor még elég erős volt a nemzetközi mezőny, és így, hogy Dunaújvárosi dobogóra állt pont 100 gyorsan, az még meglepetés volt, és akkor utána jöttek ugye ezek a korosztályos országos bajnokságok, és akkor én serdülőként már megnyertem az ifi országos bajnokságot 50 gyorson, de akkor még az a korszakom volt, amikor beértem, és akkor még a táblán így a hátulról kezdtem el fölfelnézni, ugye, hogy 8., nem, 7., nem, 6., hogy, és akkor legelőbb ott voltam egyszer csak, és akkor még mai napig bennem él, ahogy a Bunda Máté, a akkori legnagyobb sztár 50-100 gyorson, akkor így átjött a kötélen, és csak annyit kérdezett, hogy ne haragudjál már, te ki vagy? És akkor onnantól kezdve így az 50 gyors valahogy mindig benne volt a repertoárba, meg úgy az összes korosztályos országos bajnokságon megnyertem, és amikor pont tavalyi évben volt az, hogy 10-szer zsinórban megnyertem a felnőtt magyar bajnokságot is 50 gyorson, és 10 éve vagyok
felnőtt versenyző, úgyhogy úgy mondhatom, hogy megtaláltam a főszámomat. Nagyon szeretem igazából, soha nem volt olyan, hogy ezt nagyon unnám, vagy hogy ez már nekem elég. Szeretem azt, hogy igazából mindig mindenkinek ezt mondom, hogy át kell csak menni a medence túloldalára, ugye nem az van, mint száz gyorsan, hogy fogom a rajtkövet és tudom, hogy ide fogok visszaérkezni, akkor most minek vegyek el a túloldal. Mindig ezt viccesen hosszú távúszóknak szoktam mondani, hogy hát én legalább 20 másodperc alatt megoldom, amit ők 15 percig küzdködve. Ez olyan meseszerűnek hat, ahogy mondtad, hogy lementél, és ugye betegséggel küzdöttél, aztán nem ment olyan jól, aztán hogy egyre jobban ment, és jöttek az eredmények, de felteszem, ez nem csak azért a szerencsém múlott, ebben nagyon komoly mennyiségű munka van. Ja, hát persze azért a meseszerűség, ez így jó hangzik utólag, de amikor ugye benne voltam, akkor azért ez nem volt ennyire meseszerű. Hát az, hogy így ez kijöhetett belőle, azért nagyon sok kitartás, mert hát azért akár hány éves az ember, ugye főleg ezek a 13-14 évesek, én is nagyon vágytam arra, hogy milyen jó lenne egyszer valami versenyt nyerni, vagy ugye láttam a csapattársaimat, hogy milyen jó nekik ilyen edzőtábor, olyan edzőtábor, de valahogy így mindig saját magamnak be akartam bizonyítani, meg tudtam, hogy mennyi munka van benne, mennyi idő ráment már, és akkor voltak ilyen törekvéseim, hogy hát elmenjek kézilabdázni, vagy focizni, mert futni tudtam, de úgy mindig éreztem, hogy azért ebbe több van, és akkor amikor pont az az időszak jött volna, ugye, hogy az általános iskola abban maradt, mindenki ott szokta abba hagyni, hogy a középiskolába megy, akkor jöttek ezek az eredmények, és akkor mindig az volt, hogy jó, akkor nézzünk még egy évet, és akkor teltek az évek, és egyszer csak itt vagyunk, hogy a negyedik olimpiámra készülhetek. És ugye tízszeres, vagy most a zsinórban tizedik évvel te vagy a felnőtt sprinter bajnok. Ez mit jelent számodra, ez mekkora lökést ad az, hogy gyakorlatilag hát 10 éve a te hátadat nézi az ország? Hát igen, ez már ilyen úgymond presztízs kérdés is lehet, ugye, akármennyire mondjuk, hogy egy országos bajnokság nem számít sehova, mégis mindig az 50 gyorsan úgy tudok odaállni, hogy egyszerűen nem is akarom, hogy legyőzzenek ebbe a számba. Az országos csúcs is a nevemhez fűződik, úgyhogy valahogy ebbe a számba érzem azt, hogy ebből szeretném kihozni a lehető legtöbbet, és amíg még érzem benne, hogy van még benne lehetőség, addig lelkesen is tudom csinálni, ugye, mert ha azt érezném, hogy hát ez már ki van úszva, hogy ez most már teljesen a teljesítő képesség határa, vagy hogy nincs több hiba, ez szerintem már tökéletes, akkor lehet, hogy nem lenne ekkora motivációm, de azért pont az 50 gyors, ami ugye majdnem, hogy soha nem sikerült tökéletesen, mert csak egy fél kartempó rosszú sikerül, az már századokban megjelenik a falnál. Épp ezért tudom mindig azt mondani, hogy ilyen lelkesen készülök rá, és akkor pont ezek az eredmények mindig adnak egy plusz lökést, amikor már ugye azért vannak nehezebb időszakok, hogy épp valami nem sikerül, mint mondjuk a tavalyi Európa-bajnokság, akkor egy kicsit úgy gondolkodóba esik az ember, de ilyenkor mégis így vannak ilyen hullámhegyek, hullámvölgyek, és akkor mégis belegondolok, hogy ennyi időt és energiát belefektettem ebbe, akkor most már amíg csak lehet, ezt szeretném csinálni. Most már részben Győrben, vagy teljesen Győrben készülsz. Hogyan lehet ezt a Dunói város Győr távolságot megoldani, illetve mit lehet tudni erről a felkészülésről? Hát szeptemberben jött ez a döntés. Ugye úgymond sikertelen 11. helyet az Európa bajnokságon, én már ott nagyon szerettem volna bizonyítani, és valahogy nem jött össze ez a dolog. Lehet, hogy túlagyaltam, vagy nem tudom, de azt éreztem ugye, hogy már a kezdetek óta itt vagyok Újvárosban, és valahogy kicsit belefásultam ebbe a dologba, mert hogy így nem tudok újat hozzátenni. Lehet, hogy az edzőm is ugye megszokta már a hibákat, mert sokszor van az, hogy egy új szem olyan hibát vesz észre, hogy végig ott volt a szemünk előtt, de már annyira hozzászokott a versenyző is, meg az edző is ahhoz a mozdulathoz, hogy egyszerűen föl se tűnik neki, és nem javítjuk ki. És akkor hát nehéz döntés volt nekem, mert azért így ennyi év után úgy itt a kényelmesből átmenni úgymond Győrbe, de úgy éreztem, hogy a fejlődésem érdekében ezt meg kell lépnem. Annyi nem változott, hogy továbbra is a Dunafair színeiben versenyzek. Ezt foghatjuk úgy fel, hogy ez egy hosszú távú edzőtábor, úgyhogy csak a székhelyemet áthelyeztem Győrbe. Ott is lakom, szóval így hétközben is végig ott vagyok, mert az megoldhatatlan lenne, hogy így bejárogatni mind anyagilag, mind az semmi pihenés szempontjából, úgyhogy elég nagy távolság. Úgyhogy egyelőre úgy érzem, hogy megtérült, mármint hogy jó döntés volt, mert eddigi időszakokhoz képest ilyen jól még nem úsztam ezekben a tavaszi időszakokban.
és hát ugye ez az olimpia A-szint, ez még jobban úgymond bebizonyította nekem, hogy megérte. Mit tartogat még ilyen téren számodra a jövő, illetve az úszósport maga? Hát remélem, hogy hasonló meglepetéseket tartogat számomra. Az 50 gyors sajnos egy annyira kiszámíthatatlan szám, hogy azt mondták, aki sokat ott van a döntő közelébe, vagy döntőbe, az elkerülhetetlen, ugye, hogy előbb-utóbb dobogóra áll. És hát ez a 2011-es Sánkhái VB-m is bizonyította, amikor úgy gondoltuk, hogy felkészülés alapján az egyik leggyengébb évem lesz, mégis az sikerült a legjobban, mert sikerült beverekedni magamat a döntőbe, és ott egy hatodik helyet értem el, ami jelenleg is életem legjobb eredménye, és 600 másodpercre voltam az ezüstéremtől, szóval 600 másodpercet így stopperre nem lehet kimérni, ha valakinek odaadjuk. Úgyhogy nagy hazárdírozás is, lehet nagyot bukni is, meg nagyot nyerni is ezzel, de remélem, hogy most már nagy számok törvénye alapján előbb-utóbb egy nagyot sikerül nyerni ezzel a történettel, és akkor úgy tudom ezt majd nagyon sok év múlva visszanézni, hogy mégis milyen jó volt, hogy ennyi energiát és időt beletettem. Ugye most, hogyha az a sprintről beszélünk, ugye az 50 méterről a te számodról, ez jobban belegondolva ordas nagy közhely ugyan, de tényleg pengélen tántal az ember, hiszen ha tényleg egy picit is hibázik, akkor gyakorlatilag ott elúszott a verseny, és akár egy éves vagy több éves felkészülés. Ezt hogyan lehet, ez bármennyire is az edző vagy az ember nem próbálja meg mentálisan terhet rakni saját magára, illetve nyilván a tanítványra, ezt azért nagyon nehéz lehet kezelni, hogy na most az utóbbi x évnek a munkája, na most azon fog múlani, hogy én hogy ugrok bele a medencébe, hány kart tempót fogok csapni, hogy delfinezek, vagy hogy milyen lesz a láptempóm, ezt azért... Fogadod, nem áll rá az ideg. Szóval ez azért nagyon nagy teher, szóval nincs esélyetek arra, hogy javítsatok. Ezt hogyan lehet versenyzőként mentálisan? Hát igen, ugye ez az 50 gyorsban ez is egy ilyen nagy buktató, hogy van 20 másodpercem nekem megmutatni a világnak, hogy én mennyi munkát és energiát tettem ebbe bele, és sokszor ugye az időeredmény nem tükrözi azt a munkát, ami ebbe benne van. Mert ugye most az EB-n is ugyanannyi munka volt benne, mint a VB 6. helyezésembe, de valahogy az EB-n elhibáztam olyan dolgokat, ami vagy ki tudtam volna küszöbölni, vagy nem, ezen már nem akarok gondolkodni, de mégis lehet, hogy mentálisan nem voltam annyira toppon. Hát ezen segítenek ugye a sportpszichológus és minden egyéb ilyen meditációs, meg hasonló gyakorlatok, ugye mentál trénerek, meg mindenfélét mondhatnék. Hát ez is olyan, ugye, hogy azért nem csak azon múlik, hogy az ember mennyire készült fel, azért a környezetében is történnek családon belül dolgok, vagy bármi ilyesmi befolyásoló tényezők is vannak, és hát úgy reménykedik az ember, hogy majd akkor abban a pillanatban minden össze fog állni. Ugye, egy nyugodt családi háttér, nem történt semmi betegség, vagy akármi, ami hátráltatna, és akkor nem azon kell agyalni, mert ezek úgymond századokban fognak megmutatkozni, ugye, hogyha szétszórtak vagyunk. És hát ezen próbálok meg dolgozni. Azon nem tudok változtatni, ugye, hogy hosszabb legyen a távon, mert nem is szeretném, hogy hosszabb legyen, de hát 20 másodperc áll mindenkinek a rendelkezésére. Úgyhogy ebből kell kihoznom a maximumot, úgyhogy azon nem szoktam agyalni, hogy ezt megpróbáljam változtatni, inkább alkalmazkodni próbálok hozzá. Hát Krisztián, akkor nagyon sok sikert kívánok neked a későbbiekre, és jóra is. Kedves nézőink, ennyi volt mára a Sportré, jövő héten én várom önöket, de már egy másik vendéggel. Utánpótlás röplabda tornát rendeztek városunkban, valamint hazai pályán játszott a Dunafer DF Renalpin FC futsal csapata. Nézzék meg, melyek voltak a legfontosabb sporttörténések városunkban. A Dunaújvárosi Sportcsarnok adott otthont a 2002-2003-ban született röplabdázók utánpótlás bajnokságának. A megmérettetésre a 12-13 éves korosztály legjobb 15 együttese kapott meghívást. A DSTV által megkérdezett fiatalok örömmel vettek részt a viadalon. Jól érzem magam, nagyon tetszik ez a mérkőzés és a torna. Szeretem. Eddig hogy ment a torna, mit érzel? Hát eddig még nem nyertünk meccset, de remélem fogunk. Hogyan készültetek fel a meccsre? Tavaszi szünet után nagyon sokat edzettünk. Hát így. És hogy érzed magad, és mit látsz a többieken? Tehát úgy összességében
Miért jók az ilyen meccsek, az ilyen tornák? Hogy érzitek magatokat? Mivel jól érezzük magunkat, mert szeretünk itt játszani, és jó. A résztvevő együtteseket 3-5 csapatos csoportra osztották, ahonnan a legjobb 3 juthatott tovább a rájátszásba. A torna célja a sportág népszerűsítése mellett a felkészülés is, hiszen a dunaújvárosi csapat meghívást kapott az országos döntőbe, amelyet néhány hét múlva rendeznek meg. Szűcs Ákos, a torna szervezője és a dunaújvárosi gárda edzője is egyben kiemelte. A lelkesedéssel nem volt probléma. Hát egyenesen meg vannak őrülve, de hát igazából most kifejezetten jó dolgom van. Abban a helyzetben, hogy hozzáállásban, hogy én akarok játszani, engem cseréljél be, én akarom bebizonyítani azt, hogy mit tudok. Viszont abban nehéz, hogy így tényleg most már kifejezetten nagy a választ. Előbb, ahogy láttam, a te csapatod mérkőzött meg. Hogyan készültetek fel erre a meccsre? Hát már majdhogy nem 3 hete készülünk erre az egészre. Nem csak erre a tornára, hanem az országos döntőre is. Folyamatos mérkőzések szükségesek, de hát hétvégente egy, minimum 2 mérkőzés azért kell ahhoz, hogy valamilyen eredményt is érhessünk ezeken az országos döntőkön. A röplabda mennyire számít divatosnak a mai világban? Hát itt Dunaújvárosban kifejezetten jól, mert nemrégiben elkezdtem foglalkozni a női röplabdával is. 18-al lettünk szinte 3-4 hónap alatt, a fiúk meg már lassan ütik a 30-35 főt, de ez is egy évi munka. De hát fantasztikus, egyre nagyobb a vonzáskörzet, egyre jobban tetszik az embereknek, egyre több szülő jár ki, leginkább utánpótlás mérkőzésekre, de hát úgy gondolom, hogy megyünk fölfelé folyamatosan. Hogyan zajlik a mai nap, tehát milyen menete lesz? 15 csapat van itt ugye, 3-5-ös csoport lett kialakítva, onnan az első 3 tovább jut, de ettől függetlenül az alsóház is folyamatos keresztjátékukat fog majd játszani. Ebből kifolyólag így csapatonként ilyen 9-10 mérkőzés várható. A legjobb csapatokat érmekkel, kupákkal díjazták, valamint a legügyesebb játékosoknak külön díjakat is kiosztottak. Az egésznapos megmérettetést végül a székesfehérvári együttes nyerte meg. A Veszprém együttesét fogadta a Dunafer DF-Rena Alpin FC futszál csapata a felsőházi rájátszás 3. fordulójában. A hazaiak rögtön az első percben hátrányba kerültek, sőt a 4., valamint a 6. percben is betalált a vendéggárda. Így már a mérkőzés elején jelentős hátrányba kerültek Baranyai Pál tanítványai. Nem sokkal később újabb gólt szerzett a Veszprém, amivel már 4-0-ra vezetett Madarász János alakulata. Ezt követően szépítettek ugyan a hazaiak, de erre is volt válasza a vendégeknek. Így az első félidő végén 5-1-es állás mutatott az eredményjelző. A második félidőben érezhetően jobban koncentráltak a hazaiak, ennek köszönhetően 2 gólt lefaragtak hátrányukból. Nem sokkal később azonban egy újabb védelmi megingást használtak ki a veszprémiek, akik 6. találatukat szerezték a találkozón. Ezt követően ismét feljött 2 gólra a hazai gárda, ennél többre azonban nem futotta az utolsó perceket emberhátrányban játszó Dunafertől, amely végül 6-4-es vereséget szenvedett. Végre azt kaptam a csapatomtól, főleg az első félidőbe, amit vártam tőlük. A második félidő az már nem annyira tetszett, hiszen 5-4-es játékot egész jól játszotta a Dunafer csapata, illetve amikor jól kivédekeztük, akkor meg képtelenek voltunk eltalálni az üres kaput. Ha ezt eltaláljuk egyszer-kétszer az üres kaput, akkor nagyobb arányba is nyerhettünk volna. Hát leveszem a sipkámat az első félidei teljesítményetek előtt, és tisztelettel gratulálok a győzelemhez is, hisz az egészet játéknak szántam. Mester, parád és egyéni alakítások eldöntötték a gólokat. Erre gyúrtatok, hogy ez lesz a fegyver? A játékszituációk vannak, mindig a játékszituáció adja meg azt a döntéshelyzetet, amit meg kell csinálni a pályán. A játékosok döntik el, hogy mit csinálnak. Én az egyéni játékot akkor szeretem, hogyha nincs benne kockázat. Most a játékosaim ezt jól megoldották, így úgy gondolom, hogy megérdemelten nyertük meg a mérkőzést. Baranyai Pál a hazaiak vezetőedzője szerint az első félidőben nyújtott gyenge játék, a védekezésbeli hibák okozták csapata vereségét. Első félidőben maradtunk az öltözőben. Úgy gondolom, hogy egyéni hibákból nem mentünk a saját emberünkbe, és az első félidőben már
úgy nézett ki, hogy a Veszprém eldönti a mérkőzést. Tehát azért úgy gondolom, hogy másfél félidőben nehézzé tettük nekik. Jól látja az a szurkol, aki arra gondolja, hogy súlyos fölényben voltak egyéni játékban a Veszprémiek. Tehát, hogy parádés, csillogó játékkal rúgták a gólokat egy az egyben. Én nem így gondolom, hanem mi egyéni hibából, védekezési hibákból rúgták a gólokat, ami ugye ilyen nem lehet, valaki nem megy az emberével, abban a pillanatban egy ilyen szintű csapat kihasználja. Ugye nálunk mi nem kaptunk ilyen lehetőséget, hogy nem mentek volna az embereinkkel. Ugye én úgy gondolom, hogy nem ők kijátszottak, hanem a mi védekezési hibáinkat nagyon csúnyán kihasználták. Vereségükkel a dunaújvárosiak továbbra is a tabella 6. helyén állnak. A következő héten azonban ismét hazai közönség előtt lesz lehetősége a javításra Baranyai Pál tanítványainak. A Dunafer ugyanis a haladást látja vendégül. A találkozó április 20-án 7:30-kor kezdődik a dunaújvárosi sportcsarnokban. Az aikido egy tradicionális alapokra épülő, modern japán harcművészet. Nézzék meg, a DSTV szerkesztője hogyan boldogul ezzel a sportággal. Ezen a héten egy ősi japán küzdősport az aikido rejtelmeibe nyerhettem bepillantást. Ennek a tradicionális sportnak az alapvető technikáinál a kifinomult mozgáson van a hangsúly. Érdekesség, hogy az aikidóban nincsenek ütések vagy rugások. Ennyit magáról a sportról. Az edzés természetesen a bemelegítéssel indult, azonban a korábbiaktól eltérően nagy figyelmet fordítottunk a csukló, a könyök és a vállak megmozgatására. A bemelegítést követően Kis Attila, a mester bemutatta, milyen technikákat fogunk gyakorolni a tréning során. Ezt követően pedig mi, a tanítványok is megpróbáltuk a látottak szerint végrehajtani a feladatokat. Természetesek, végrehajtásukhoz különösebb erő nem szükséges, ezért ezt a sportot bárki gyakorolhatja, korra és nemre való tekintet nélkül. Edzés, ahol nem én voltam a próbababa, hanem Bálintot is be tudtam fogni. Nagyon jó önvédelmi sport, és az alapok könnyen elsajátíthatóak, úgyhogy aki teheti, az mindenképpen jöjjön, és legalább egy edzés elejét próbálja ki, és ha meglátja, hogy lesz hozzá továbbiak a kedve. Ennyi volt mára a Kispad. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ne feledjék, jövő héten ugyanebben az időpontban várjuk Önöket. Tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra!